Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőjét, gladiátor viadalok és ókori hétpróba Florálián, Szent László nyomában Erdélyben dokumentumfilm bemutató fotókiállítás és koncert, Hobóklub Székesfehérváron és egy nyári kaland, hamarosan indul a negyedik széria. Ezekkel a témákkal jelentkezünk, ne menjenek sehova, már is kezdünk. Gladiátor viadal, ókori hétpróba, múzeum pedagógiai foglalkozások. Két teljes napot tölthetünk az ókori Rómában, hiszen idén is megrendezik a Florália istennő tiszteletére a tavasz ünnepet. Az időutazás április 27-én és 28-án várja a látogatókat. Az ünnepségek hagyománya pedig az is, hogy a Gózium Régészeti Parkban egy nagyszerű színházi előadás is várja a nézőket. Köszöntöm Matusz Jánost, a rendezőt. Nos, kérem szépen, örülök, hogy itt vagy velünk. Hát a Békétlenek után ugye tavaly visszatért Dionüszosz az Olimposzra, idén pedig Plautuszt választottatok. Én azt gondolom, hogy az ókori komédia legnagyobb alakja, ez egy csoda. És ez a darab is, hiszen a reneszánsz korától óriási szerepe van Plautusznak. A 72 katonáról ne is beszéljünk, mert azt szerintem mindenki ismeri a világon. A munkássága pedig úgy tűnik, hogy a 21. században is vonzó mindannyiunk számára. Miért ezt választottad? Őszintén megvalva, először is a pirulásokán, nevezetesen, hogy 3 éven keresztül ugye görög komédiát, Arisztofanész átiratokat csináltunk Gózsiumban. Engem először is elámított annak a színháznak a szépsége, a nagysága, a levegője, és azt gondoltam, hogy ahol ennyire közel van az ég meg a föld, és 1000 fős nézőtér előtt lehet játszani, akkor egy olyan típusú világot szeretnék ábrázolni, ami minél több ember befér a színpadra, és az ég és a föld nagyon közel van a nézők. És akkor azt gondoltam, hogy a görög világ az azurkék egével és a fantasztikus levegői távlataival, amit meg érdemes ott csinálni, és akkor 3 éven keresztül én ugye Arisztofanész komédiákat írtam át. És a 4. évre most azt gondoltam, hogy érjünk most már haza. Haza a római teátrumba, és váltsunk az örökkék ég istennek és föld alatti lényekkel belakott görög mitológiából. Váltsunk át egy kicsit szürkép, kicsit téglásabb színű, kicsit urbánusabb világra, a római komédiákra, mert hogy ugye eltűnnek a római komédiák világából, eltűnnek az istenek, eltűnnek a föld alatti lények, eltűnnek a csodák, és megjön az ember a maga szemkápráztató, csodálatos bonyolultságával. Úgyhogy én ezt a fajta életgazdag világot szerettem volna a Plautusszal megmutatni a közönségnek, hogy hogyan is lehet ezt a világot egy olyan tarka anszambléval megvalósítani, amelyben professzionális színészek az amatőr színház színejavát képviselő nagy öregek, és egyszerűen fiatal pályakezdő diákok vannak. Tehát szerelem, komédia, Plautusznál lesz természetes számunkra. Igen. És olyan komédia, amely a valamennyi elemét kidomboríthatja egy ilyen helyszínen, mint a Gózsium. Honnét jött a szamárvásár gondolata? Hát ez nálam mindig, hát sokat olvasok nyilván, és akkor eszembe jut. Tehát nyilván minden ilyen dologhoz az ember írói módon hozzányúl. Tehát én írói módon hozzányúltam az összes eddigi történetre, ezek átiratok. Talán most a Plautuszban a legkevésbé van az átirat, de itt is vannak benne megírt, átírt részek, annál is inkább, mert az a lehetőségem volt, hogy tudtam azt, hogy kikre fogom írni. Azért bonyolult kérdés, mert tudtam, hogy kire fogom írni, tudtam a neveket, de hát ugye közismert, hogy a mostani 7 fős
előadói gárdából én négy emberrel soha nem dolgoztam még. Tehát én úgy írtam íróként négy névre egy-egy jelentős szerepet, akár főszerepet is, hogy én nem próbáltam ki őket korábbi együttműködésben, illetve soha nem láttam őket színpadon vagy színpad közében. Részben azért, mert nem láttam őket, részben pedig azért, mert sosem voltak még színpadon. A Szamár vásár egy annyira sodró történet, annyira tömören megírt, tehát 72 katona szinten megírt csodálatos kristálygömb az egész, hogy azt gondoltam, hogy ebbe a Gorzium által nyújtott nagyjából egy órába, abba úgy lehet egy ilyen előadást beletenni, hogyha az rendkívül célirányosan összerakott történetből áll, ilyen kis kamaratörténetekből áll, és akkor azokat lehet nagyon jól a diákok száma érthető módon összefűzni. Igen. Hát mert azért csak-csak kívülálló, valljuk meg, hogy Plautust ritkán néz a színházi járó ember is, és ezért azért nagyon-nagyon fontos, hogy érthető legyen, cselekményes, fordulatos, szerelemmel teli, ugye ebben Plautus nagy volt, mint minden ókori drámaíró, de hát ő mégis különleges. Ez egy nagyon fura módon, hogy így olvastam sorban a Plautus komédiákat, feltűnt, hogy mennyire friss. Tehát, hogy gyakorlatilag azt a nyüzsgő nagyvárost írja, azt a globális falut írja, amelyben most már mi valamennyien benne vagyunk, a legkisebb falutól kezdve egészen a nyüzsgő nagyvárosokig. És ebben a nyüzsgő plautuszi létben ezekre az életük sorsáért a legkülönbözőbb módon küzdő, a kis minimális életterükért küzdő figurákban nagyon sok esetben a saját belső harcainkra ismerhetünk. Igen, hát itt van ugye szokás szerint római patrícius, öregedő feleség, fia, a fia kedvese, a szolga, és így tovább. Tehát ez mind-mind elhelyezhető a mai korban is. Hogy találtál rá a szereplőket? Hiszen említetted, hogy a Szabad Színház művészei, ugye Törsök Márta és a udvaros barátunk, ők állandó szereplők és nagyszerűek. Gyurival nem dolgoztam még soha. A Mártával dolgoztam most, ez a harmadik év, hogy a Mártával dolgozom, neki nagy női szerepeket, idős női szerepeket szoktam írni. A Gyurit egyáltalán nem láttam, csak mikor láttam ebben a darabban, hogy van egy idősödő, egy Ritta Frappa lovag című Mandragórából ismert történet. És akkor azt gondoltam, hogy kellene egy ilyen vén szerelmest írni a Gyurinak, aki 50 évesnek gondolja magát. Hozzáteszem a Törsök Mártát, aki egy öregedő feleséget játszik, aki spinning klubokba jár, és reformkonyhával foglalkozik, és gazdag, mert otthon hiányzik neki valami, ő is 40 és 50 éves korában, kora között képzeli magát. Van egy fiatal fiú, akit a Csengelyén Márton játszik, ugye őt a versünnepből ismerjük, üstökösként robbant be, bátran mondhatom, a fehérvári kulturális életbe. Pazar tehetség. Hihetetlenül tehetséges fiú. Kölyöknek néz ki, és hihetetlen, hogy a próbaidőszak két és fél-három hónapja alatt mennyit ért az a fiú, tehát a kis 9-es teleki gimnáziumos éppen csak a középiskolába feljött gyerekből egy amorózó lett 3 hónap alatt. A Mészáros királyról, aki az ő kedvesét játsza, aki igazából egyik főszereplője, ővel is dolgoztam a Szabad Színházban, láttam egy-két kisebb szerepben, őt ámulva nézem, hogy ugye 18 éves még nincs, hogy micsoda éretten fogalmaz a színpadon, és hát a fiatal Rózsamora Dorothy Carmen, ez a teljes neve a fiatal tópartis lánynak, ő pedig azon kívül Táska rádiózik néhány éve, ha jól tudom, vagy már abba is hagyta, ezt tőle kell megkérdezni, őnek is semmilyen színpadi tapasztalata nincs. Most erre a három fiatal, én 3 olyan szerepet írtam egy Plautus színvonalú történetben, hogy vagy fölemelik a terhet, vagy agyonnyomja őket, és örömmel jelenthetem, ma van az első Gorzium szabadtéri próbánk, föl fogják emelni. Ez nagy kihívás rendezőként is neked, tehát nem csak az írónak, hanem a rendezőnek is. Szerencsére az író segíti a rendezőt, és fordítva.
Tehát nagyjából azért sejtem az ő lelküket, és akkor olyat írok nekik, hogy azt gondolom, hogy rendezőként azt meg fogom tudni csinálni. Ha pedig változtatni kell, akkor a rendező fölhívja az írót, aki szintén én vagyok, hogy segítsen ebben az ügyben, hogy ezt házon belül megoldjuk ezeket a kérdéseket. A két profi pedig Kelemen István és Kellegy János. Igen. Nekik ez azt hiszem, hogy... Nagy tanítás. Én azt gondolom, hogy így összeáll ugye az ő kettősük, a Keller-Kelemen kettős, ott van a Borsa, ha úgy tetszik, a Szabad Színháznak a két doájennel, a Mártával és a Gyurival, és van 3., 9. osztályos fehérvári diák, akik meg gyakorlatilag nézik ezeket a nagyokat, tólig, és azt látom, hogy rengeteget tanulnak tőle. Tehát igazából ez mindig egy ilyen küvé évről évre nálam a Gorzium, hogy direkt próbálok úgy összeválogatni egy csapatot, hogy nagyon sok helyről érkeznek, nagyon sokféle szellemiséget hoznak bele egy ilyen történetbe, és aztán én magam is ámulva nézem akár. Tehát én tudom nézni nézőként a saját magam által, megért magam által rendező félbe lévő darabot, és időnként kiülök a nézőtérre, és nézőként élvezem azt, ami a színpadon fogja. Ez még rám vár. Ugyanakkor még nagyon két nagyon fontos munkatárs ebből a csapatból. Ferenci Nagy Bogi ezúttal bemutatkozik zeneszerzőként. Nagyon is jól tudjuk, hogy a 21 gram akusztik működik, és ráadásul Hámori Jánost is sikerült megnyerned, hangszerelni ezt a zenét. Tehát két remek fiatal. A Bogira különösen kíváncsi vagyok, hogy ebben a műfajban ő mit alkot és hogyan. Ugye a Bogi már tavaly is írt nekem Gorziumban zenét, és idén is ír Gorziumban. A tavalyi Gorziumhoz képest tavaly annyi volt, hogy pontosan a görög nagyszabású szcenárió miatt ott még a Hámori János vezette egy ifjúsági fúvózenekar élőben játszotta ezeket a dolgokat. Itt most ugye egy ilyen ateliér történet, tehát ez most igazából felvételről fog menni. De a Bogi nem csak megírta ezeket a dalokat, hanem egy részüket ott helyben el is fogja énekelni. Tehát ő kvázi énekesként fog föllépni ebben a történetben. Hát a Hámori János, őt, én mindig elmondom, hogy nekem hihetetlen szerencsém van Székesfehérváron, hogy amerre nyúlok, amerre fordulok, ott hihetetlen tehetség. Részben a fiatalság okán egymás alatt rétegzen, egymást türelmetlenül leelőzni akaró fiatal tehetségek vannak, részben pedig hát nemzetközi tekintetben is és abszolút első osztályú alkotókkal találkozom. Tehát ugye a Hámori János nekem ugyan Tacserta Balázs. Tehát az, hogy egy városban két ilyen színvonalú zenével foglalkozó európai kitekintésű szakember van, hát azt gondolom az nagyon ritka. Tehát én mind a kettővel dolgozom, hol egyike, hol másikkal, és hát nélkülük el sem tudom képzelni ezeket a munkákat. Nos, hát köszönöm szépen. Ennyit röviden. Én azt gondolom, hogy már alig várom a szombatot, de ezzel így van szerintem minden Székesfehérvár és mindenki, aki a tavasz ünnepen járatos szeretne lenni, vagy volt valaha is, Septimus Severus bevonulásától egészen végig a színházi előadásokig. Köszönöm, hogy itt voltál, mi ott leszünk. Köszönöm. Természetesen. És kedves nézőink, önök sem menjenek messze, tekintve, hogy még 3 különböző bejátszással készültünk, nagyszerű kulturális események voltak Fehérvár. A Szent István Művelődési Házban is bemutatták kollégánk Vakler Lajos szerkesztésében, rendezésében készült Szent László nyomában Erdélyben című dokumentumfilmet. A film bemutatóval egy időben fotókiállítás is nyílt, emellett pedig koncert is várta az érdeklődőket. Király lesz majd legkiválóbb győzedelmes oroszlán, Isten csókja szent diadém sugarat vett homlokán. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban is bemutatták Vakler Lajos az Árpádház nagy királyai bemutató dokumentumfilm sorozatának legújabb epizódját, és a filmhez kapcsolódó Simon Erika fotóriporter alkotásaiból rendezett fotókiállítást. Szent László a lovak király a magyar történelemben egészen különlegesen fontos helyet tölt be. A történészek azt mondják, Szent István király elhozta a keresztséget a magyarság számára, de a népet keresztényé Szent László tette. Tette ezt azzal az erélyes életével,
azzal a daliás termetével, és azzal a vitézi alkatával, és közben mélyen hívő keresztény lelkével, amelyen az egész életét végigharcolta, végigküzdte, a szegényeket oltalmazta, a nőket védelmezte, a árvákat segélyezte, példát mutatott mindenkinek annak megéléséből, amit a kereszténység tanított a maga eszmeiségében. Szent Lászlót a nép úgy fogadta szeretetébe, hogy csodálatos legenda fűzért alkotott az ő személye köré. A legtöbb ábrázolás azt hiszem Szent Lászlónak van, és ősidőktől kezdve, szinte a halálától kezdve a legkülönfélebb módokon ábrázolták őt, és ezek az ábrázolások az ő életét tanítják az embereknek, tanítják nekünk is, mert Szent Lászlónak ez az erélyes élete, ez a kereszténység mellett kiállása, a szegények, rászorulók oltalmazása, ez olyan erény, amelyre ma is és mindig szükség lesz. És hogyha már a filmnél tartunk, ezeken az erélyeken vagy erényeken felbúzdulva, akkor gondolom, hogy ön is egy nagyon jó dolognak tartja, hogy róla megjelent ez a film. Valóban, és olyan értékeket mutat be a film, amelyeket nem mindenki tud megnézni, hiszen ezek Erdélyben vannak, és messzi utat kell megjárni. Egy komoly munka van mögötte, kutató munka, szervező munka, de így közel hozza számunkra azt a csodálatos képi világot, amely megragadja az embert, és amely az ember lelkét gazdagítja és teszi szépé. Öröm, hogy ezt a filmet elkészítették, és most bemutathatjuk újra itt. A Szent László nyomában Erdélyben című film stábja 13 helyszínen forgatott. Többek között Székely Derzsi és a Gelenci templomban, melyek az UNESCO világörökség részei, illetve a filmben bemutatják a nagyváradi székesegyházat, mely Közép-Európa legnagyobb barokk temploma. Erdély, ami második otthonunk, ha úgy tetszik, egyértelmű volt, hogy megnézzük azt az Erdélyt, amit nagyon-nagyon kevesen ismernek. Gondolok itt elsősorban arra, hogy ugye kimondta már Rohászka Ottokár, aki Fejérvár püspöke volt, hogy Szent László a csatavárvos, ami ideálunk. Igen, ő egy ideál volt a lovak király, és azt is tudjuk, hogy Nagyváradból indul a nagyon-nagyon sok helyen Erdély szerte, tehát elsősorban Székelyföldön őrzik az emlékét. Ez az emlék elsősorban a kerülési csatához kötődik, amelyet itt megörökítettünk. Jószerűen valamennyi templomban, és itt lett légyen az református, katolikus, unitárius vagy evangélikus, freskókon megörökítették azt a csatát, amit az elrabolt magyar lány után folytatott László király. Fogtuk magunkat Megyeri Zolival, hiszen kellett egy remek operatőr, és nem különben természetesen a város segítsége, és elindultunk azon az úton, amit annak idején Szent László is bejárt. 14 település szerepel ebben a filmben, és sikerült megnyernünk Heitzinger Mikát, a Mistral együttes alapító tagját, aki egyébként a csíkcsomortáni verstáborban is állandó partnerünk, illetve a csíki versünnepen is, hogy írjon egy főcímzenét. Természetesen a kiállításhoz hozzátartozik, hogy ez a tárlat ugye Simon Erika képeivel a Szent István művelődésház tulajdonába kerül, mint ahogy a Szent István képek is, mert hogy azt gondolom, hogy ez a keresztény szellemiség otthon a Fehérváron. Tűzszárnyakkal jön a hí. A filmvetítést követően Heitzinger Miklós Mika a Mistral együttes alapító tagjának koncertje következett, aki a filmzenéjének szerzője is. Nagyon bensőséges viszonyom van a filmmel, mert a készítők engem kértek meg, hogy a film képi világa alá álmodjam meg a zenét, és nagyon nagy megtisztelő feladat volt, és örülök, hogy felkértek, és sikerült valamit megimádkozni, hogy az jó is legyen. Mi volt az inspirációd? Szent László. Maga a nagy szent királyunk, és a boldogasszony, és a magyar nemzetnek a hozzájuk fűződő kapcsolata. Mert van egy nagyon erős oltalmazónk,
a Boldogasszony személyében, és Szent László király személyében, és hát, hogyha többet imádkoznánk hozzájuk, akkor jobban is menne, jobban állna a szénák. Azoknak egy kicsit meséljünk meg jobban a zenei világról, vagy a hangzás világról, akik még nem látták a filmet, hogy meghozzuk a kedvüket. Mi jellemzi az általad megkomponált zenét, zenéket? Főleg akusztikus hangszereket használtam, sőt, kimondottan csak akusztikus hangszereket, különböző részekhez, helyszínekhez, különböző dallamot, különböző hangszerekkel megálmodott dallamokat hoztunk létre. Van, amelyikben csak egy furúja van, egy furúja dallam, valamikben szaz és ének, valamiben szaz és dob. Inkább próbáltuk de ha nem is igazán népi, de mégis inkább az egyszerűbb, autentikusabb megfogalmazásokat megkeresni. A bemutatón Vaklár Lajos elmondta, a filmsorozatot folytatják, hogy 2022-ben az Aranybulla 800. évfordulójának tiszteletére körbejárva a Kárpát-medencét bemutatják a nagy elődeink emlékét őrző kegyhelyeket. Földes László hobó estjével immár hivatalosan is megnyílt a Székesfehérvári Hobó Klub az Öreghegyi Közösségi Házban. Az eseményen ott járt a paletta stábja is. Szívemet az éjjel célba vette, ezer látcső, némán rám mutat. A zene szült engem s nemzedékem, a zene az utolsó menedékem, üzeni hobó a székesfehérvári rajongótábornak, s üzen Viszockijjal is, akiről ezen a világon egyedül ő beszélhet úgy, mint társról, barátról, ő, aki, mint mondja, sosem látta, és nem hallgathatta Viszockij dalait. 1980-ban halt meg, és hogy 11 néhány évvel később az egyik barátja, moszkvai színész és egy dramaturg eljöttek hozzám Budapesten, és megkértek, hogy ajánlották, vagy instruáltak, vagy provokáltak, hogy csináljak én Viszockij dalokat magyarul, és akkor álltam neki ennek a gyűjtő és kutató munkának, és azt hiszem 2 év alatt. Székesfehérváron a rögzült hagyományokat csúcsba dobva keltette életre a legendát, aki belehalt a szocializmusba. Hobó Viszockij verseivel, amelyeket ő maga fordított, egy olyan világba kalauzolt el bennünket, amelyek lefedik mindkettőjük sajátos rendhagyó, ugyanakkor örökérvényű zenei és emberi útját. Illúdalas az emlékezetem, fogantatásom nem volt szeplőtlen, és ahogy várták, akkor születtem, nem arag és kín között kellett jönnöm, 9 hónapát kibújni tessék. Nekem anyám mélyen volt az első börtön, és nincs ott semmilyen érdekesség. Köszönöm nektek, ti szentek, hogy akkor köptetek egyet, és csak rá legyintettetek, mikor szüleim úgy döntöttek. Igenis megfogannak engem azokban a teljesen érthetetlen és szinte túlélhetetlen mesebeli időkben. Ma az úgy kezdtem a napot, hogy tegnap játszottam Miskolcon, most már 10 napja, minden nap játszom, 11 napja, ma van az utolsó ebben a költészetnapi sorozatban, és elég sokféle előadást, Adit József Attilát, Hármasoltát, Viszockijt, Hédzsót játszottam. Még egy ilyen költészeti koncertet is, és minden nap más, ez nagyon nehéz. Ma is úgy kezdtem, hogy 2-szer elmondtam az egész Viszockij estet otthon, és most itt, nem tudom én, 5 órától próbáltunk, most lett vége a próbának. Természetesen szóba került 2 új album is, amely Bob Dylannek állít emléket, és Joe-t hozza közel a blues kedvelőihez. 2 albumom jelent meg a tavalyi esztendőben, egy Bob Dylan fordításokat tartalmazó tisztelgő album, és egy önálló mű, amelynek a címe Hé Magyar Joe, és ez egy dupla lemez, amiből a Nemzeti Színház főrendezője Vidnyánszky úr egy darabot is csinált, úgyhogy 2 szálon fut a dolog. Egyrészt a lemezt játszok koncertszerűen, másrészt pedig a színházban is megy most már körülbelül azt hiszem november óta ez az előadás, és hát a jövő esztendőben is menni fog. Hobó a koncerten visszaadta azt a Viszockijt, aki nem eljátszott a szerepeit és dalait, hanem megtestesítette és megélte, saját húsát és vérét adta ezekhez.
akkor is ott hangjával, mozgásával, jelenlétével eseményként írta bele dalait az időbe és a térbe, mindenki előtt és mindenkivel együtt a képen jelen volt. Újraindul az Egy nyári kaland, a népszerű sorozat a Duna Televízióban lesz látható április 27-től szombat esténként. Az alkotó csapat részvételével Balatonföldváron tartottak tájékoztatót. Több mint 30 helyszínen forgott az Egy nyári kaland negyedik évada. A 8 epizódból álló sorozat befejező szériáját ezúttal 6 epizódról 8-ra bővítették, melyet a megszokott módon heti rendszerességgel szombat esténként követhetnek nyomon a nézők a Duna Televízión. Azért jó, mert nincs az az élmény a nézőnek, hogy éppen elkezdte megszeretni a karaktereket, meg bevonódott a történetbe, és már vége is. Úgyhogy ez az írásban is segített, hogy nagyobb ívet tudnak bejárni a szereplők, és ilyen jobban el lehet mélyülni ebben a történetben. A másik pedig az, hogy míg a második évad az teljes egészében a Balatonon játszódott, a harmadik az meg szinte teljes egészében Budapesten, a negyedik évad az Budapesten is és a Balatonnál is játszódik megosztva. Az alkotói munka folyamatot mennyire segíti, hogy íróként és rendezőként is részt veszel a folyamatban? Hát abban abszolút segíti ez a kettő szerep, hogy nagyon magaménak érzem ezt a sorozatot, és nagyon szeretem. A nehézség az, hogy miközben megy az írás folyamata, már haladni kell az előkészítéssel, és az egy kicsit ilyen tudathasadásos állapot, hogy helyszínt kell keresni, de közben otthon kéne írni, és ezek párhuzamosan futnak egymással. Újdonság még, hogy a történet fő helyszíne ezúttal váltakozva a Balaton és Budapest. A déli parton készült felvételeken gyakran feltűnik Balatonföldvár, ami központi helyszíne a történetnek. A nézők hamar az Egy nyári kaland rajongóivá váltak, frissességével, humorával aratott sikert a romantikus sorozat. Biztos hozzájárul ennek a sorozatnak a népszerűségéhez, hogy a Balatonhoz, meg a fiatalsághoz egyszerűen mindenki tud kapcsolódni, mert szerintem nincs olyan ember Magyarországon, akinek a Balaton ne jelentene valamit, vagy ne lenne a múltjában valami, ami a Balatonhoz kapcsolódik. És ezeknek az ifjúsági sorozatoknak korábban nagy hagyománya volt ezért Magyarországon, és aztán valahogy kikoptak. És az Egy nyári kalandnak volt ez a nagy ötlete, hogy visszahozza ezt a fajta ilyen könnyed szórakozást. A hangsúlyok ebben a szériában a párkapcsolati helyzetekre kerülnek, de választ kaphatnak a sorozat kedvelői arra is, hogy a korábbi évadokból megismert párosok együtt tudnak-e maradni. Kedves nézőink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb egy hét múlva kedden 19 óra 45 perctől számítunk majd a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban, a Paletta magazinban. Ha tehetik, tartsanak velünk, viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!